Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez a hétfő hülyeséget veszek. Szóval ez a szerda esti Mobile TV adás, és elnézést kérünk a késlekedésért, az adásgépet újra kellett indítani, és hát ez nem volt egy gyors kör. Kapásból a szokásos kérdéssel kezdem, jó-e a kép és jó-e a hang? És mind a kettő kifogástalan, legalábbis a fórum szerint, hogy bele is csapunk a lecsóba. Nálunk van a HTC legújabb készüléke, ami az idei paletta egyetlen tagjával, a One-nal ellentétben az alsó kategóriát célozza meg. Így néz ki, ő a Desire 200 néven hallgató telefon. Érdekes, hogy bemutatták a Desire 600-at is, ami még jelenleg nincs piacon, de ettől függetlenül a Desire 200 már piacon van, meg is érkezett hozzánk. És hát a specifikációit elnézve alapvetően egy tipikus 2013-as belépő szintű telefon képe rajzolódik ki az ember lelki szemei, vagy valós szemei előtt. De a HTC-nél, legalábbis az árképző részlegen valahogy máshogy értelmezhetik a belépő kategóriát. Ugyanis ennek a telefonnak egy masszív középszintű ára van. És ezt érdemes már az adás elején tisztázni, hogy ez a mobil kártyafüggetlenül 55 000 forintba fog kerülni. Míg tudásban igazából a 30 000 forint körüli szintet karcolgatja. És egyébként nagyon érdekes, hogy igaz, hogy nem lehet annyira egymás szoros konkurensenek nevezni, de például ma érkezett meg szerkesztőségünkbe a Huawei Alcatel gyártmányú Vodafone Smart Mini, ami a Smart szériának az idei gyengébb tagja lesz, csontra ugyanezekkel a specifikációkkal, és prepaidben, azaz kártyás csomagban 15 000 forintba fog kerülni. Azaz ez a készülék ez majdnem négyszer annyiba fog kóstálni, mint a tök hasonló tudású, de nyilván jóval kisebb márka nevű Vodafone Smart Mini. És hát ugye kérdés, hogy a HTC név és a kis igényesebb kialakítás, valamint a Sense felület megére ennyi plusz pénzt. Na, de nem is szaporítom tovább a szót, átkapcsoljuk a kamerát és unboxolunk. Így néz ki a készülék doboza. Szerintem, aki már látott HTC készüléket becsomagolva, ezen sem fog meglepődni. Egy műanyag uzsonnás csomagot kapunk. A papírt borítás leszedve, tartozékok teljes tárháza tárol az ember szeme elé. Van kézikönyvünk, waha! És minden a szokásos HTC zsugorfóliás megoldással van csomagolva. Még nem bontottam ki ezeket, ugyanis ma érkezett meg a készülék, úgyhogy ez most egy próba előtti megmozdulás lesz. Ilyen a fülhallgató, egyébként ez tök jól néz ki. HTC brandelt, azaz nem Beats Audio. És ilyen apró kis gumiharangos, agybadugós megoldás. Headsetként is operál felhőgombbal, amelyik viszont tök pozitív, hogy kapunk néhány eltérő méretű gumiharangot, így a kisebb vagy nagyobb hallójárattal rendelkezők is élvezhetik a hangzást. Kapunk egy micro USB kábelt, azért ezt is kivontom, de nem hinném, hogy ebben bármilyen turpisság van. És hát igen, beigazolódtak a elképzeléseim, az egy standard micro USB kábel. Illetve kapunk egy töltőt is, ezt most szerintem nem bontom ki. És hát ennyi. A végére is értünk a tartozék kínálatnak. Nézzük magát a készüléket, ha befókuszál a kamera. Ahó. Na, sikerült is befókuszálni, és ez a készülék ez nagyon kicsi. A tepsi mobilok korában főleg kicsinek érződik. Ugye pár évvel ezelőtt ez a méret volt az átlagos. A kijelzője az 3,5 hüvelykes képátlóval rendelkezik. 107 mm magas, 60 mm széles és 12 mm vastag a készülék. És kézbe fogva egy nagyobb telefon után tényleg kb. Egy játéktelefon érzését kelti az emberben. Viszonyításképpen mellé rakok egy Nexus 4-et, ami elég átlagos méret manapság az androidos piacon, és hát tényleg jóval kisebb.
a Desire 200. És egyébként nagyon egy meglepő, hogy nagyon könnyűre sikeredett a készülék. Mindössze 100 g-ot nyom, ami hát érezhető tényleg olyan, mint hogyha teljesen más, szokatlan érzés kézben tartani egy nagyobb tepsi mobil után. Haladjunk végig a telefonon. Az előlapon kapásból feltűnhet ez a felső hangszóró rács. Nagyon egy kis fókuszálást szeretnék kérni a kamerától, és ott is van. Ami hát ugyanúgy van kialakítva, mint például a HTC One esetében tapasztalható volt. Annyi a lényeg, hogy még egy átlagos smartphone esetében a hangszórórács az egy különálló elemet képez a készülékházon, ezzel megtörve a forma világot. A HTC azt találta ki, hogy ilyen apró mikrofulatoknak nevezett lyukakat eszközöl az előlapon, és ezeken keresztül mozog hang. Meg is mutatom, ugye így néz ki egy standard hangszórórács, így pedig a HTC megoldása. Ez egyébként nagyon frankó dolog, még annól a One X és a One S esetén kezdte el ezt a tajvani gyártó, de egyébként tényleg tök jól néz ki. Abszolút egy egyedi megjelenés kölcsön ez a telefonnak. Ez alatt csak egy HTC logó található, majd pedig elénk tárul egy gyönyörű 3,5 hüvelykes képernyő és HVGA felbontású kijelző. A HVGA ugye 320x480 képpontot jelent, és ezen a méreten az azt jelenti, hogy 165 ppi pixel sűrűséggel lehet számolni, ami hát nem kell ahhoz nagyon-nagyon jól látni, illetve nem kell a felső kategóriás telefonokhoz szokni, hogy az ember észrevegye a pixeleket és a recés réleket. Nyilván a belépő kategóriában ez nem lenne baj, 55 ezer forintért azonban az kicsit szerintem soványka. Egyébként TFT LCD technológiát használ, a betekintési szögek nagyon rendben vannak, tehát nem egy mezei panelről van szó, viszont a fényerő az írtó kicsi, ez most a maximum, de meg is mutatom, hogy ezt el is higgye nekem mindenki. Igen, ez kérem szépen a maximum fényerő. Hát nem azt mondom, hogy ezt a telefont tűző napfényben nem lehet látni, de igazából egy erősebb lámpánál is rendesen tükröződik a panel. Az érintéseket nyilván kapacitív nullán érzékeli, egyszerre legfeljebb 5 pontot tud figyelni. Ezt be is mutatom. 5, és hiába nyomok újakat, nem fog növekedni a számláló. Alul pedig 3 kapacitív gomb található, vissza, főképernyő és alkalmazás váltó. Ugye idén a Desire, idén a One egy újfajta vezérlési sávot, tehát a One esetén egy újfajta vezérlési sávot alkalmazott a HTC, melynek eredményeképpen mindössze 2 gomb volt a telefonon, de a Desire 200-al visszatért a tavalyi megoldáshoz, miszerint mind a 3 billentyű megtalálható alul. Ha megfordítjuk a telefont, a hátlapot látjuk, ami, mint az a képen is látszik, lakkozott plastikból van. Egy ilyen lekerekített kagylószerű formát kapunk, kissé az iPhone 3G és 3GS-hez hasonló dizájnnal. De egyébként az a frankó ebben, hogy nem tudom mennyire jön át a kamerán, de ilyen nagyon apró domború pöttyökkel van díszítve a hátlap, ami egyrészt a fogásán is érződik, szóval egy jó fogású készülékre van szó, másrészt ennek köszönhetően a zsíros szennyeződéseket és az ujjanyomatokat sokkal kevésbé gyűjti, mint a pusztán lakkozott társai. Itt van egy kameramodulunk, ami 5 megapixeles, fix fókuszos, és végig a videót vesz, azaz abszolút nem tartozik az élvonalba. Van egy külső hangszórunk, ami közepes hangerővel és közepes dinamika tartományra operál. Egy HTC feliratunk van, és egy Beats Audio felirat is látszik a képernyő alján. Itt nyilván azt jelenti, hogy a Beats Audio szoftveres hangminőség javító eljárás készülékünk esetében is játszik. A hátlapot le is lehet szedni, nem is akárhogyan. Amikor kibontottam a telefont, keresgéltem az oldalsó SIM-kártya fogalatot, mert hogy annyira unibody-nak néz ki a cucc, hogy hát engem teljesen átvert, de ezután szégyen szemre a kézi könyvhöz kellett folyamodnom, hogyha itt megnyomjuk, akkor lepattintható a fedlap, és voilà, akkumulátor, amit most nem veszek ki,
higgyetek nekem, hogy alatta egy normál méretű színfoglalat van, itt pedig egy microSD kártyafoglalat található. Utóbbira szükség is van, hiszen bár papíron 4 GB a belső tárhely mérete, ebből mindössze 1,1 GB-ot használhatunk fel szabadon, ami hát szinte eléggé vékony. A telefon oldalán gyorsan körbeszaladva egy microSD rajzatot, egy 3,6 mm-es kivonatet, egy ki- és bekapcsoló gombot és egy hangerő szabályozót találunk, ami azt hiszem nem okoz meglepetés, ez a teljesen standard felhozatal egy androidos telefon esetében. Gyorsan ránézek a fórumra, hogy vannak-e kérdések, majd pedig folytatjuk a hardware-rel. Azt a kérdést kaptam, hogy SLCD panel van-e benne. Szerintem nincs, mert azt a HTC biztosan kihangsúlyozná. Sima TFT LCD, de ennek utána fogok járni. Nem Beats füles van, nem tudom még, hogy mennyire kényelmes, mert hogy nem vettem még a fülembe. Egyébként ezek a gumiharangos megoldások általában megfelelőek szoktak lenni. A beszélgetési hangminőség rendben van, egész nap az a telefont használtam, hogy erről biztosan tudok nyilatkozni. Teljesen oké. Okay. Zenét nem sokat használtam vele, mert hogy kijöttem a szerkesztőségben, aztán nem mentem sehova. Úgyhogy nem használtam zenehallgatásra, de hazafelé szerintem kifogom. A kamera egyáltalán nem emelkedik ki a hátlap síkjával, és igen, fix fókuszos. Na, most, hogy megválaszoltam a külsőre vonatkozó kérdéseket, beszéljünk egy kicsit a hardware-ről. Hát nem egy mai csirke a Desire 200. A hátlap alatt egy első generációs Qualcomm Snapdragon lapka duruzsol, ha szabad így fogalmaznom. 1 GHz-es 1 MHz processzorral, Adreno 200-as grafikus gyorsítóval és 512 MB RAM-mal. Már említettem, hogy 4 GB papíron a belső tárhely, de ebből mindössze 1,1 GB-ot lehet felhasználni szabadon. Ami nekem még egy kicsit csalódás, hogy ezen a készüléken Android 4.0 fut, ami hát egy 55 000 forintos telefonnál azért már nem annyira elegáns, függetlenül attól, hogy ezen a gépen egy Sense névre hallgató, sokak szerint a legjobb androidos felhasználói felület fut. A Sense-nak egyébként a 4.0-as verzióját kapjuk. Ez az, ami ugye a HTC One X esetében debütált, ám a Desire 200-an is az a helyzet, mint annó a Trio-val a kisebbik modellnél, hogy egy viszonylag lecsupaszított Sense-et kapunk, azaz például az alkalmazás váltó sem olyan, mint azt megszoktuk a One X-en és a One S-en, hanem egy a Holo UI-ra emlékeztető megoldást kapunk. A Sense egyébként mindig tök frankó, nagyon szépen néz ki függetlenül attól, hogy a tavalyi verziót kapjuk. Igazából az nem azzal van a gond, hogy a 4.0-es Sense van rajta. És egyébként eléggé folyamatos is a felhasználó élmény. Nem nagyon találkoztam nagy megakadásokkal, miközben a felhasználói felületen próbáltam navigálni. Ám az alkalmazások eléggé lassan nyílnak meg. Meg is mutatom, most mindenki van lőve, és úgyis szerettem volna böngészni egyet, és elindítom a böngészőt. Na, be is töltött. Böngészési sebesség alapból egyébként rendben van, középkategóriától körülbelül ezt várja el az ember. A lapok egész gyorsan betöltődnek, az elforgatás az meglepően folyamatos és gyors, illetve a kétvés nagyítás is tényleg elég gyorsan végben megy. Nyilván látszik, hogy egy kicsit később rendereli ki az éles képet a masina, de ebben nem szabad belekötni, mert mégis egy közép vagy alapszintű modellről van szó, még ha az RCD azt nem is tükrözi. És nagyon szépen működik az is, hogy a bekezdéseket a megfelelő méretűre méretezi át a rendszer. Szóval alapvetően a böngészési oldal szerintem rendben van. Egyébként van flash is, gyárilag feltelepítve fent van a flash player, mint itt látható is. És hát ezzel a gyönyörű huszárvágással bele is ugrottam az alkalmazások menübe, úgyhogy szerintem végig is szaladok, hogy milyen extrákat kapunk, mert abból a HTC mindig nagy lelkű. Van egy 7 Digital zeneáruházunk,
Adobe Reader a PDF olvasás szerelmeseinek, a HTC böngésző, ami itt van internetnél, mert egy Chrome is előre telepítve megtalálható, van Dropboxunk, FM rádiónk, a Friendstream az a különböző közösségi médiák tartalmát húzza egybe, a Geekbench 2-t már én telepítettem fel. Itt van a Personalize, amit minden nem fogok mutatni, ez kvázi a témázó alkalmazása a HTC telefonoknak. Van egy Polaris Office-unk, a Rescue az rendszer biztonsági mentést és visszaállítást tud csinálni, a Task Manager egy alkalmazáskezelő, a SoundHound az egy zenefelismerő program, gyárilag kapunk még egy Twitter kliens a Facebook mellé, a TuneIn Radio egy internetrádió, a Twitter pedig a szokásos HTC játék, ahol egy kis golyó is kell a megfelelő helyre irányítanunk, ezt meg is mutatom, nagyon izgalmas, valószínűleg már mindenki végigjátszotta, aki meg HTC telefonja van, vagy volt. Hát, biztos a lámpa lázda, most ezt elbénáztam. Folytatva az alkalmazások sorát, mert nincsen olyan nagyon sok hátra, a transfer az arra szolgál, hogy más készülékekről könnyen át tudjunk költözni az új HTC-nbe. A voice recorder egy hangrögzítő, a weather az időjárást mutatja, a hotspot pedig az internet mobil hálózaton keresztül történő szórására biztosít egy megoldást. Na, megmutatom gyorsan a Personalize nevű alkalmazást, amivel kb. A telefon kinézetét tudjuk átvariálni. Különféle jelenetekből és skinekből választhatunk, jelenleg egyetlen egy érhető el a jelenetek közül. Skinekből már több van, pontosan kettő, tehát itt is egy kicsit látszik az, hogy milyen korlátokat kapunk az eredeti Sense-hez képest. Áthatjuk még a háttérképet, a képernyőzárba alul néhány ilyen parancsikont helyezhetünk ki, ezek egyébként ugyanazok, mint itt az alsó sáv tagjai. Illetve ezzel a homescreen gombbal a widget rendezőbe jutunk, rengeteg extra, hoppá, itt tudom, nem olyan izmos a sebesség, rengeteg extra mini alkalmazást kapunk, ez ugye a HTC-nek mindig egy nagy erőssége volt, és mindegyik tök jól néz ki, nagyon szépen beleillik a képbe, kár, hogy ez a kép egy Android 4.0 fölé épül. Ami még fontos, hogy van egy tök frankó zenelejátszónk, ami így néz ki. Ebben egyébként szépen bele van integrálva az említett Tuning Radio és a 7 Digital. Most nem tudom, hogy szól. Ez a maximum hangerő, és szerintem beletekerünk ebbe a számba. Hát eléggé visszafogott a hangminőség, az biztos. Van ugye a kameránk is, ami 5 megapixeles és fix fókuszos, ha. És hát nem is annyira jó a képminőség, nyilván egy fix fókuszos kamerától nem vár olyan nagyon sokat az ember, de a dinamika tartomány nagyon-nagyon alacsony. Érdemes megnézni ezt a képet. És ezt a képet. Gyönyörű kis olajfestmények. És igazából előre Instagramozva vannak, tehát azzal sem kell foglalkoznunk. Ezt nyújtja a 1200 kamera fronton. Amiről még nem beszéltem, viszont érdemes róla beszélni, az, hogy van ugye akkumulátor és a készüléknek, hát miért is ne lenne, ami 1230 mAh kapacitású. 2G hálózaton 10,9 órányi beszélgetést, 3G-n pedig 7,4 órányit ígér a gyártó. A készenléti idő pedig attól függően, hogy GSM vagy 3G-n vagyunk, 693 óra vagy 821 óra lehet. Szerintem első körben én ennyit szerettem volna elmondani a telefonról, gyorsan megnézzük a kérdéseket. Az első kérdés az, hogy milyen a gombok nyomáspontja, teljesen megfelelő. Se nem nagy, se nem kicsi. A HTC egyébként mindig is erős volt az összeszerelési minőségben és a külsővel kapcsolatos feature-ökben, mint például a gombok nyomáspontja, úgyhogy ez esetünkben sem probléma. Ice Cream Sandwichen még van flash támogatás, ez az a másik kérdés.
Mennyire mászik a telefon terhelésre? Egyáltalán nem, én nem tapasztaltam melegedést, ami nyilván annak is köszönhet, hogy abszolút nem egy erőműről van szó. A hátulján a Beats Audio alatt tudjuk, az nem tudom mi, szerintem egy mikrofon egyébként. Erről van szó, hogy mi ez a kis mélyedés itt. Ha jól sejtem, akkor ez egy mikrofon. És még egy kérdés volt, milyen az adatkommunikációs oldal. Van ugye nyilván Wi-Fi-nk, aminek az egyetlen extrája az, hogy tudja ezt a tethering funkciót, ami azt jelenti, hogy mobil hálózatot tudunk megosztani más készülékek felé. HSPA-nk van, lefelé 7,2 megabit per szekes sebességgel tudunk szállódozni. Bluetooth 4.0 és GPS is van a készülékben. A helyet egyébként elég gyorsan és viszonylag pontosan megtalálja a telefon, hogy ezzel sem tapasztaltam problémát. Igen, és ami még fontos egyébként a kamerával kapcsolatban, hogy VGA-ban tud videót fölvenni. Hát, remek. Na, egy utolsó frissítés, és hogyha jól látom, igazából nem nagyon van kérdés. Úgyhogy szerintem én összegzek is, mert hogy tényleg egy eléggé alap készülékről van szó, amiről nem lehet olyan túl sokat beszélni, hiszen minden képességét láttuk már erősebb HTC telefonokban. Én úgy érzem, hogy ez nem egy rossz telefon. Alapvetően jó azoknak, akik most szeretnének ismerkedni az Android rendszerrel, esetleg ez az első okostelefonjuk, illetve gyermekek és lányok számára is frankó lehet, hiszen az emlék is egy kicsit ilyen csajos kialakítása van ennek a telefonnak. De úgy érzem, hogy eléggé csúnyán elszálltak az árcédul megállapításával. Nyilván, hogyha bekerül szolgáltatói kínálatban, akkor ez nagyon, nagyon változhat pozitív irányba. Értem ezért azt, hogy lefelé tud menni az ár elég rendesen, hogyha egy megfelelő konstrukcióba veszi meg az ember. Ám én úgy érzem, hogy a kártyafüggetlen piacon 50 ezer forintért ez a telefon nem életképes, függetlenül attól, hogy tényleg egy jó modellről van szó, ami alapvetően tök jó használható, a méret pedig pont ideális azoknak, akik nem szeretnének egy óriási tepsi mobillal mozogni. De sajnos ezt a kategóriát, mármint hogy a kis készülékek kategóriáját eléggé rútul elhanyagolják a gyártók. A csúcsmodellek ugye mind már ma inkább az 5 hüvelykes szegmensben indulnak. És hát sajnos aki kisebb mobilra vágyik, be kell, hogy érje viszonylag gyengébb felszereltséggel. Plecsni szinten nem tudom, hogy mit fog kapni. Igazából az ár miatt nyilván az ajánlat és a különösen ajánlat ki van lőve. A tetszet még játszhat, ám igazából nem nagyon tud felmutatni olyan funkciót, ami miatt annyira tetszett volna. És tegyük hozzá, hogy míg ez a telefon ugye 50 000 forint kártya függetlenül, addig például a Huawei Y300-asa az kétmagos, Jelly Bean-es, IPS kijelzős, WVGA felbontású, és 35 ezer forint környékén megkapható kártyás csomag van. Tehát én úgy érzem, hogy abszolút nem versenyképes ez a termék, és kicsit sajnálom is, mert a One az egy nagyon jó telefon volt, és úgy tűnt, vagy tűnik még mindig, hogy elkezdett felfelé ívelni a HTC bevétele. Meglátjuk, hogy mit fog ebben okozni egy ilyen modell megjelenése. Nagy utolsó frissítés a fórumon. Jó, vannak kérdések, tök jó. Az első kérdés az, hogy lesz rá frissítés, nem tudom. Igazából kicsit negatív fényt vett a HTC frissítési képességeire az, hogy az alig másfél éves OneS-re azt mondta, hogy ezt már nem frissítik tovább, ami kétszer ennyibe került. Nem tudom, hogy lesz a frissítés. Antutu eredményt pedig mutatok, ha jól emlékszem, pontosan 4107 pontot ért el a készülék. Nem, rosszul emlékszem. 4167-et. Ha még oda fókuszálunk. Illetve a kamerának is az agyára ment az a hőség. Na, tök jó, sikerült befókuszálni. 4167 pontot ért el, ezen is látszik, hogy egy eléggé visszafogott hardware van a mobilban. És az utolsó frissítés eredménye, hogy milyen
tesztek lesznek még a héten. Holnap egy belépő szintű, jelenleg még ismeretlen gyártótól származó táblagépről lehet majd olvasni. Pénteken pedig a Desire 200-ról olvashattok a mobilarénán. Ezek lesznek tehát még a héten. A jövő héten ismét lesz mobilarén a tévé természetesen. Én szeretném megköszönni a figyelmet. Örülök, hogy ma este is minket választottatok. Sziasztok!